elkezdtünk sétálni együtt. Itt van mama is már velünk. Ott be van burkolózva, fázol mama. Nem. Így most már nem. Esik az eső, egy kicsit. Igen, csöpög. Kiírták, hogy boldog karácsony. Svédül. Meg ott van három kecske. Egy apa, egy anya, meg egy kisgyerek. Na és akkor megmutatjuk közelről a kis kecskéket. Kecske mama, kecske papa. Kecske mama, kecske papa. Kis kecske. Sziasztok, kaptam egy új telefontokat. A nagyon tetszik, gyönyörű, szép. Ilyen babarózsaszín. Babarózsaszín. Mert a régi tokom eltört. Ez ilyen sötét volt. Steltett, szóval igen. És akkor a hátuljába pedig ilyen kártyákat lesz rakni. Vagy képeket. Köszönöm, Kira. Múltkor telefontot kaptam egy szép matricákat, szóval szeretnék rárakni. Bár. Úgy kiválasztok a melyiket. Vannak ilyen szép fenyőfák. Ez aranyszínű. Akkor vannak ezüstök. És pirosok. És ma a Kira belerakott nekem egy ajándékot a kalendáriumomba, szóval most azt fogom kinyitni. Na mi a? Kaptam valamit, amit nem tudom, hogy micsoda. Na mi az, Lili? Nézd ki. Assza. Wow. Ez igazi arany. Aranyozott, igen. Na, Muti. Na, felvesszük? Fényképezéshez készen állunk. Készen állsz, mama? Kész. Karácsonyi fényképezés. Na, csak a királynak a pulóverét kéne, hogy lássátok. Majd látják. Mama, beállt. Pózol. Pózol, angyalka. Rénszarvas inkább. Nézzétek, milyen szép ajándékokat vettünk. Jézuska hozta. Jézuska hozta. Mízes kárcát fogunk sütni. Ezért vagyok. Ja, én ilyen sütős ruhában, kötényben, és azért van készítem össze a hozzávalókat. Mi most petpakokat fogunk sütni, mert nem találtunk Svédországban olyan fűszert, ami a magyar mézeskalácsba kell, szóval most peppakarkát csinálunk, ami ugyan, ami hasonló, mint a mézeskalács. Igen, de nem teljesen ugyanaz. De van ízünk díszítők? Van, hát. Jó, jó. Sziasztok! Na, én is beköszönök. Mama is beköszön. Sziasztok! És most mit fogunk csinálni? Mézeskalácsot, igaz? Együtt igen. Fogunk sütni. Négyen mézes kalácsot, apa is talán hamarosan hazaér. Akkor majd együtt ötten fogjuk díszíteni a kész mézes kalácsokat. Igen, úgyhogy már kiraktad a hozzávalókat. Itt vannak a hozzávalók. Igen. Vannak itt fűszerek, méz. Igen, fűszerek, méz, díszítő, igen. Ilyenek. Színezés. Igen. We'll be right back.
bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song. Nagy munkába vagyunk. Készülnek a különböző szépségek. Kész is lett a mézes kalács, 92-3 darab. Nézzétek, milyen szépeket csináltunk. Négyen a mama, Lili, Kira és én. Nem bírja a pittyuk? Nem van. A pittyú egy gyilkos lett éjszakára már. Engem azt a kis egérke hangra te majd. Csak nem értem, miért ilyenkor kell neked olvasni? Egész nap tudtál volna olvasni. Kurva TikTok helyett. Nálunk már nagyon karácsonyi hangulat van, a lányok takarítanak, az utolsó simításokat végzik a lakáson, a szobájukon. Mi mamával sütünk, főzünk, várjuk a holnapot, az egész család már nagyon várja. A Lili teljesen extázisban van, hogy bonthassa az ajándékokat. Lesz természetesen mit kaptam karácsonyra videó, vagy mit kaptunk karácsonyra videó december 27-én. Addig is iratkozzatok fel, ha még nem vagytok esetleg, és kapcsoljátok be a csengőt, hogy tudjátok, hogy mikor rakjuk fel a videót. És most bemondom a két nevet. Köszönjük szépen, hogy ilyen régóta követtek egyébként minket. Az első név Sipos Krisztián, a második Krisztina és Edina Háj. Holnap jövünk még nektek egy kis meglepetéssel, úgyhogy addig is vigyázzatok magatokra, és hogyha esetleg a felnőtteknek mondom, hogyha be akarjátok magatokat oltani, akkor ezt kétszer gondoljátok meg, és nézzetek utána, jó? Mi nem oltjuk be magunkat egyébként. Vigyázzatok egymásra, mindenkinek szeretetteljes készülődést kívánunk még így karácsony előtt, találkozunk holnap, sziasztok!